Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este ezen a közös meditáción örülök, hogy itt vagytok. És szeretnék kérni egy visszajelzést a Facebook csoportból. Mindenkit üdvözlök a Facebook csoportban és a YouTube-on is. Na, hadd kérdezzem meg, hogy hogy vagytok ma? És akkor játszunk egy olyat, hogy kinek volt születésnapja, megszületett az unokája, férjhez ment, megnősült, gyereke született, vagy valami ünnep volt az életében. Ha valakinek volt ilyen, akkor azt kérem, hogy jelezze. Hogy akkor tudjunk neki energiát küldeni. Jó kívánságot. Szóval. Jól vannak, valaki jól van, azt már látom. Azt mondja Margit, hogy most születtek újjá, vagy én születek újjá, nem tudom. De az jó. Tímának Budapesten volt, István a királyon, tök jó volt, szuper. Csúz Imre bácsikájának ma van a szülinapja. Hát boldog szülinapot kívánunk neki. Azt mondja, hogy Rózsának fáj a dereka. Rózsa, akkor energiává válsz, tudod, ez a lényeg, hogy energiává válsz, itt mindjárt a meditációban, és már is elkezdi helyre pakolni a tested magát. Vitai Jenikőnek minden nap ünnep, egyébként nekem is. Egyetértünk, felébredünk, és élvezzük az életet. Egyszerűen csodás. Kisunokám ma kezdte a 3P osztályt. Ő biztosan valamelyik másik országban lehet. Ugye? Gondolom én. Talán Svájcban, Erzsike. Bakon Pálné Évának volt két szülinap. Boldog szülinapot! Azt kívánom, hogy mindenki, akinek volt a szülinapja, érje el, amit szeretne. Csak teremtse meg. Manci néni 97 évét töltötte be. Áldja meg a Jóisten! Azt mondja Székely Ellen a YouTube-on, hogy hálás vagyok, boldog vagyok, egy hónapos a kisunokám. Hát az egy szülinap. Egy ilyen egy hónaposnál még a hónapokat szabad ünnepelni. Tök jó. Sütő Marcsi, 59 hónap leszel? De jó. Hát akkor nagyon-nagyon boldogságos, mindenséges szülinapot kívánunk neked, Marcsikám. Ó, az nagyszerű hír. Azt kívánom, hogy váljon valóra minden álmod, amit szeretnél. Andor Erikának gyönyörű, romantikus hétvégéje volt. Wow. De jó. Látom, itt egy-ketten írják, hogy mélyen vagyok, de akkor most az a jó, hogy itt vagy. Tudod, mikor kell legjobban meditálni? Amikor mélyen vagyok. Tudod, az emberek azt szokták, ó, most nem tudok, akkor, mert most nagyon nem érzem jól magam. Na, akkor kell odaültetni magad, és felhangolódni. És felemelni magad. Bakó Ildikónak beteljesülni látszik az álma. Örülünk neki, Ildikó.
Simona egy csodás kastélyparkban sétált, gyönyörű volt. Jurás Mária, neked is holnap lesz a szülinapod, akkor nagyon-nagyon sok boldog szülinapot kívánok, és azt kívánom, hogy minden úgy alakuljon, ahogy szeretnéd az életedben, mert képes vagy rá. És képes vagy arra, hogy te irányítsd a dolgokat. Na, szuper jó, hogy így itt vagyunk. Akkor, aki valaki ide beírhatná a Facebookra, mert én nem látom, hogy hányan vagyunk, csak hogy tudjam, hogy azt látom, hogy a YouTube-on 80-an vagyunk nagyjából. És hányan vagyunk a Facebookon, ha valaki látja. Az tök jó. Akkor az már 250, a hányan vagyunk itt együtt. Szerintem akkor jó kis energiabombát fogunk itt létrehozni így együtt. Nem? Mit gondoltok róla? Imádom, amikor együtt vagyunk. Tudjátok miért? Mert így mindannyian felhangolódunk, az energiavalónkra egyé válunk, és olyan intenzív energiákat lehet érezni, amik felemelnek. Tehát láttam, hogy vannak, akik beírták, hogy éppen mélyen vannak, és akkor most azért vagyunk itt, 260-an jelen pillanatban, ezek szerint, Facebookon 180-an, YouTube-on 80-an. Azért vagyunk itt, hogy felemeljük egymást. Észrevettétek? Észrevetted te, aki azt írtad, hogy mélyen vagyok, vagy fáj, vagy valami, hogy nem vagy egyedül. hogy itt vannak veled a tesók. Itt vannak veled azok, akikkel egy vagy egyébként. Amikor az elmédből lekapcsolódsz, amikor felhangolódsz az energia lényedre, akkor egyé válsz a többiekkel, akik szintén felkapcsolódnak erre az energiavalónkra, és akkor felszabadítod a tested. És akkor, amikor energiává válsz, akkor egy magas érzelembe bele tudsz merülni. És egyszerűen képes vagy kijönni abból az érzelmi állapotból, amiben vagy. Szóval együtt azt gondolom, messzebbre lehet jutni, mint egyedül. És azért jó, hogy újra és újra találkozunk itt ezeken a közös meditációkon, mert így támogatjuk egymást. Csak a létezésünkkel. Csak azzal, hogy energiák vagyunk, hogy energiával válunk, hogy erre fókuszálunk, hogy figyelmet adunk az energia valónknak, és ezáltal megnöveljük ezt a részünket, és lekapcsolódunk a rögzült elménkről, és megtapasztaljuk a csodát. Na, ezt fogjuk ma este csinálni, az energia központok helyreállítása meditációt fogjuk végezni, ami pont erről szól, kifejezetten erről szól, hogy ráhelyezzük a figyelmünket az energia központjainkra. És ahova a figyelmet helyezed, oda áramlik az energia. És ez azt jelenti, hogy megnöveljük ezt az energiát. Azaz, ezzé válunk, az energiává válunk, akik egyébként valójában vagyunk. Tehát észrevetted, hogy nem a tested vagy, nem a rögzült gondolataid vagy. Nem az vagy, aki lent érzi magát. Nem az vagy, aki fáj. Képes vagy ebből kilépni, képes vagy energiává válni, és energiaként kezelni a tested. Energiaként kezelni a gondolataidat. Ez vagy. És az a jó hír, hogy ezt meg tudjuk tenni. És az a jó hír, hogy most akkor itt
már 270-ennél is többen együtt fogjuk ezt megtenni. És támogatjuk egymást ezáltal, hogy felhangolódunk az energia valónkra. Nos, mutatok egy képet, hogy hol vannak ezek az energiaközpontok. Szóval itt látható ezen a képen, hogy van itt nekünk 8 darab energia központunk, amire fogjuk ma este helyezni a figyelmünket. Tehát ha nem csináltad még a meditációt, ezt a meditációt, akkor semmi probléma, semmi bonyolultság nincs benne, egyszerűen csak azt csinálod, amit mondok, ez egy vezetett meditáció lesz, csak mégis megmutatom, hogy mire fogunk fókuszálni. Tehát te, aki energia lényként úgy döntöttél valahány évvel, évtizeddel ezelőtt, hogy jössz erre a földi síkra, erre a fizikai síkra, a harmadik dimenzióba, háromdimenziós síkra, felvettél egy testet, és az energia valódként ezekben az energia központokban összpontosulsz a testedben. És az a probléma, hogy amikor a figyelmed leragad a különböző fizikai problémákon, amikor a figyelmed ott van a fizikai valóság akadályain, nehézségein, akkor, akkor ez viszi el az energiádat. Akkor lekapcsolódsz az energia valódról. És a dolognak a lényege az, hogyha szeretnéd kontrollálni az életed, meg a tested, akkor fel kell hangolódni újra. És ezekre az energiaközpontokra, hogyha a figyelmünket helyezzük, akkor ezzel megnöveljük az energiát, mert ahova a figyelmet helyezed, oda áramlik az energia, ez a kvantum törvény. Láthatod, hogy hol vannak ezek a központok, egyes lent a gát körüli területen, a nemi mirigyek tartoznak hozzá, kettes a köldököd magasságában, emésztő mirigy, hasnyál mirigyek tartoznak hozzá, hármas a gyomorszájad környékén, mellékvese, mint mirigy termelő, tartozik hozzá, négyes központ a szív központod, a mellkasod közepén, csecsemő mirigy tartozik hozzá, ötös központ a torkod, pajzsmirigy van itt, hatos központ a szemeid magasságában a torkod hátsó része felett helyezkedik el egy icipici kis cucc, ez a pajzsmirigy, ott van valahol a hatos központ, tobozmirigy, és az a hetes központ a fejed közepében, ott az agyalapi mirigy található, és a nyolcas központ az a fejed tetejéhez képest egy 40 centi magasságára, ott az istenivel tudsz találkozni, vagy össze kapcsolódni, együtt lenni. Szóval itt helyezkedünk el energiaként a testünkben, és ma ezt fogjuk tenni, hogy egyenként rá fogjuk helyezni a figyelmünket ezekre. Minden egyes energiaközpontunk ugye kisugárzik egy energia, azaz a testünk körüli területen is megjelenik az energia, tehát oda is helyezzük a figyelmünket a meditációban, jó? Tehát először belül a testünkön belül egy ilyen szűk fókuszt fogunk ráhelyezni az egyes energiaközpontokra, majd fogom kérni, hogy nyisd ki a fókuszod, az azt jelenti, hogy helyezd a figyelmet ki a testeden kívüli területre, és erre az energiára helyezd a figyelmet. És szeretetet áramoltas, egyszerűen csak szeresd ezeket a központokat. És ezáltal, hogy ezt teszed, ezáltal elkezded növelni az energiájukat. Úgyhogy látom, már itt vagyunk, már 300-an majdnem. Szóval szuper jók vagytok, hogy ennyire támogatjuk egymást. Imádom. Látlak titeket, tudjátok. Nagyon jók vagyunk. Szóval így helyezkedik el, és aztán az egész testünk körül is ott van egy energiamező, és a végén erre az energiamezőre helyezzük a figyelmünket, és csak tudd, hogy ez te vagy. Ez az energia, ez te vagy. Ez a te valóságod. Aki valójában vagy.
És ahogy erre helyezed a figyelmed, úgy lekapcsolódsz mindenről, a problémákról, bejössz a jelenbe, és megnöveled ezt az energiát. És ezt olyan szinten meg tudod tenni, hogy amikor ilyen energiává válsz, akkor egyszerűen összekapcsolódsz ezzel a végtelen isteni energiával. Összekapcsolódsz mindenkivel, tehát itt a 300-an, akik itt vagyunk, mindannyian egyé válunk, és összekapcsolódunk, és intenzíven érezhetjük ezt az energiát. Tehát a dolgunk az, hogy egyenként, ahogy fogom mondani, az egyes központból kiindulva szépen ráhelyezzük a figyelmünket először belül a testünkön belül, szeretettel, majd a testünk körüli energiára helyezzük központonként a figyelmünket, ezáltal megnöveljük, és szabadon engedjük, hogy energiákká váljunk. Jó? Semmi elvárásod ne legyen. Semmi elvárásod ne legyen. Egyszerűen csak ennyit tegyél, hogy érzékeld. Érzékeld ezeket a központokat. És érezd, és engedj meg minden érzetet, amit érzel. Bármi történhet, különböző érzetek megjelennek a testedben, akár melegszik valahol, forróság keletkezik, elkezd vibrálni valami, úgy érzed, mintha az energia így áramolna a kezeidből, vagy megjelennek különböző képek, bármi történik, egyszerűen csak engedd bele magad. Engedd bele magad, és érezd, és élvezd, hogy energia vagy. És amikor ez vagy, akkor felszabadul a tested, és azonnal beindulnak a gyógyulások. Egy-egy ilyen meditáció alkalmával, amikor így helyre pakoljuk az energiaközpontjainkat, akár csodák is történhetnek, akár azonnal is történhetnek a testünkben változások, hogyha olyan intenzív összekapcsolódás van. Szóval bármi történhet, de ne legyen semmilyen elvárásod, hogy bármi történjen. A dolgod csak annyi, hogy egyenként ráhelyezd a figyelmed az energiaközpontjaidra, szeresd őket, és érzékelj, és figyelj, és csak legyél jelen. Csak legyél jelen. Ha az elméd dobál gondolatokat, akkor csak amikor észreveszed, csak engedd el. Ne bosszantsd magad. Ne hibáztasd magad. Nem vagy hibás. Az elmének ez a természete. Észreveszed, elengeded, visszahelyezed a figyelmed az energiaközpontra. Ez a, amit tehetsz. Észreveszed, elvitte a figyelmed az elméd. Észreveszed, elengeded, elveszed a figyelmet tőle, visszahelyezed a figyelmed az energiaközpontra. Ezt teszed, és akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy helyreáll, feltöltődnek ezek az energiaközpontok, és beindul a testedben az energiaáramlás. Szóval készen álltok arra, hogy akkor összekapaszkodjunk teljesen? 200% figyelemmel. Kérlek szépen, hogy akkor egy visszajelzést, hogy minden rendben van, készen vagyunk, készen vagyok, oda fogom tenni a teljes figyelmem, bele fogom tenni. Megköszönöm, hogy itt vannak velem a többiek. 300-an vagyunk. Több mint 300-an vagyunk jelen pillanatban, és mindannyian emeljük egymás energiáját. Szerintem csoda lesz, egyszerűen csak hagyd, hogy megtörténjen veled ez. Szóval kapcsol le a villanyt, vedd le a figyelmed mindenről, a tegnapi napról, a mai napról, a problémákról, ahol ott ragadt a figyelmed, a holnapi napról, az aggodalmakról, a jövőről. Egyszerűen most az a lényeg, hogy itt megjelenjünk a jelenbe. Ha elvonod a figyelmed a múlttól, elvonod a figyelmed a jövőtől, akkor ide bekerülsz a jelen pillanatba. És teljes figyelmeddel
rá tudsz fókuszálni az energia központjaidra. És ha ezt teszed, akkor energiává válsz, és egyé válsz mindenkivel, a mindenséggel, az isteni energiával. És a tested felszabadul, és azonnal gyógyulások, helyrehozások, a sejtjeid regenerálódása indul be. Lépjünk be együtt az energia világába. Ülj egyenesen, hunyd be a szemed.